2980. Horgászverseny nyitotta meg a halasnapok hétvégi esemény sorát Tiszafüreden, a Tiszató fővárosában. Idén főként a fiatalok jelentkeztek a szokottnál nagyobb számban. Ilyenkor verseny alatt ezek a fehér halak, tehát a keszegek, de a szerencsésebbek azok balint, pontyot foghatnak, és hát természetesen vannak még másra járulékhalak, törpeharcsa, esetleg kárász. A vendégeket a parton is versenyek várták, a strandröplabda mérkőzésekre az ország minden tájáról érkeztek nevezők. Nagyon jó a hangulat, legalább 19 férfi páros indult, minden Kazincbarcikáról jöttek, Kunhegyesről, Budapestről, szinte az ország minden részéről érkeznek, lányok is legalább 10-en vannak, 10 páros. A parton másféle vetélkedés is helyet kapott, hiszen ilyenkor hirdetik meg a halételek főző versenyét, amelyre az idén 22 csapat nevezett. A polgármester szerint a kibővült program sorba bőven belefér a gasztronómia. Mindig július második hetében, hétvégén tartjuk meg ezt a rendezvényt. Azért is hasznos ez, mert nagyon könnyű megjegyezni. A lényeg az, hogy jól érezzék magunkat a hozzánk látogatók. A fő versenyszám természetesen a halászlé volt, de több csapat egyébbel is kirukkolt. A fő attrakció ilyenkor inkább a közös munka, a kikapcsolódás, az együttlét. Mai alkalommal hagyomány szerint főzünk halászlevet, és a mi hagyományunk szerint főzünk birkapörköltet. Sporttörténeti ünnepség is színesítette az eseménysort, a város főterén emléktáblával jelölték meg Benedek Ferenc és Gábor kiváló öttusázók szülői házát.